A Budapesti Jégkorong Akadémia elleni 4-0-ás vereséggel folytatta az Erste Liga küzdelmeit a Dunajvárosi Acélbikák jégkorong csapata vasárnap este a jégcsarnokban. Nico Aronen tanítványai bár jól küzdöttek az eredményért, a mérkőzés esélyesége a vendégek voltak. Ezt már az első felvonásban is alátámasztották, hiszen a három kapott találatra nem volt válasza a dabnak. A folytatásban kissé visszavettek a vendégek, a második játék részben egy találatot jegyeztek, kiegyenlítettebb is volt a játék. A mérkőzés záró akkordja már nem hozott több gólt, maradt a 0-4-es eredmény. A lefújást követően pedig a csapatok képviselői értékeltek. I think the whole game started wrong way for us, and we for some reason we were not too ready to battle and play for today and yeah, they controlled the whole 60 minutes today. Okay, we got some offense time and power play time and all that, but it's pretty obvious they are a really good team, and if you lead by 4-0, then it's no time to push anything or just protect the lead, and they did it really well and deserved the 3 points today and that's about it. A vendégek részéről Marton Tibor másodedző nyilatkozott. A szakember érthető módon elégedett volt a csapat játékával, főleg a nemzetközi szünet utáni időszakban, amely elmondása szerint számukra mindig is kritikus. Én is úgy gondolom, hogy az elején is már jól kezdtük, és kevés lehetőséget adtunk az ellenfélnek, mi pedig tudtunk élni a kínálkozó lehetőségekkel. Én azt gondolom, hogy azért, ahogy haladtunk előre az időbe, volt elég sok lehetőségünk, és talán egy kicsit könnyebben is lehetett volna zárni a mérkőzést. Ez egy picit a negatív része, úgyhogy ezen dolgoznunk kell. Ami viszont jó volt, hogy a Dunajvárosnak nagyon jó az emberölős játék, ugye ezt láthattuk az előző mérkőzésen. Most erre készültük, és én azt gondolom, hogy a speciális játékokban is jobb teljesítmény nyújtottunk. Nem jött össze tehát a bravúr a Bikáknak a hétvégén, javítani és javulni azonban mindig van lehetőség. A csapattal kapcsolatos híreket, illetve a mérkőzés írásos összefoglalóját a Dunajváros online-on olvashatják rá a drukkerek.